Minden olyan bűncselekményt, amelyet a társadalom valamely csoportja elleni előítélet vagy intolerancia motivált gyűlölet bűncselekménynek nevezünk. Ezek a bűncselekmények jellemzően sérülékeny vagy hátrányos helyzetű csoportok ellen irányulnak. Magyarországon a legveszélyeztetettebb emberek a romák, a zsidók, a leszbikusok, a melegek, a biszexuális, illetve transznemű emberek, valamint a bevándorlók. A sértetnek nem kell a valóságban ahhoz a csoporthoz tartoznia, amely ellen a bűncselekmény irányul. A lényeg az, hogy az elkövető azt gondolja róla, hogy ő ennek a csoportnak a tagja, hiszen ezeknek a bűncselekményeknek az előítélet motiváció a lényeget. Fontosnak tartjuk, hogy a gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatos információk eljussanak az érintett emberekhez, ezért országszerte képzéseket tartunk, illetőleg ez a videó is ezt a célt szolgálja. A magyar büntetőtörvénykönyv két speciális gyűlöletbűncselekményt ismer. Az egyik a közösség elleni izgatás, hétköznapi néven úszítás, ami jellemzően szóban valósul meg nagy nyilvánosság előtt. Az úszításnál a lényeg az, hogy a beszéd alkalmas legyen arra, hogy a közönség tagjaiban erőszakos magatartást váltson ki. Tehát például, ha egy cigány ellenes tüntetésen, ahol feltételezhető, hogy a közönség jó része cigány ellenes beállítottságú, a szónok a közelben lakó romák ellen gyűlöletre úszít, akkor megvalósítja ezt a bűncselekményt. Nem kell arról itt beszélnünk és előadást tartanunk, hogy milyenek a cigányok és hogy mi a bajunk velük. Hagyjuk ezt! Ahol ők megjelennek, ott a pusztítás! A pusztulás és a rombolás és a rettegés jelenik meg. A másik gyűlöletbűncselekmény tényállás a BTK-ban a közösség tagja elleni erőszak, ami akkor állapítható meg, hogyha az elkövető a sértettet valamely csoporthoz tartozása miatt bántalmazza, ami nem kell, hogy testi sérülést okozzon, tehát elegendő akár egy pofon vagy az, hogyha leköpi, erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerítse valaminek a megtételére, meg nem tételére vagy eltűrésére, illetőleg az, hogy garázda magatartást tanúsítson, ami a törvény szövege szerint olyan riadalom keltésre alkalmas magatartás, amely egyben kívül közösség ellenes. Ezeknek a cselekményeknek tehát kell, hogy legyen konkrét sértetje. A William itt a lépcsőnette a nokedit, ez a gátistás, aki ostoros volt, ez bejött a szőnyegig, ameddig a lányom mondta, akkor ő nem látta, mert hátul lakik ő, és felütte neki úgy a tányért, hogy így az állát ütötte meg. Tehát az állába beleütött? Igen, beleütött, úgyhogy a vékon tányér, ami ott van, olyan lapos féle, az kétfelé eltört. Ma Magyarországon jellemzően és tömegesen gyűlöletbűncselekmények szélsőjobboldali csoportok által cigányok ellen szervezett tüntetéseken, illetve vonulásokon valósulnak meg. Továbbá jellemző, hogy a meleg méltóság menetén résztvevők is ilyen gyűlöletbűncselekmények áldozataivá válnak. Bűncselekmény során elhangzott szóbeli rasszista megnyilvánulások, kifejezések, akár az elkövető öltözete, tetoválása, egyenruha, a cselekmény időpontja, ha például egy szimbolikus időponton, egy vallási vagy egy nemzeti ünnepnapján történt, vagy egy szimbolikus helyszínen, mint például egy templom közelében, egy közösségi ház közelében, vagy egy temetőben. Elvileg minden olyan esetben, amikor bármilyen jel arra utal, hogy gyűlöletbűncselekmény történt, akkor a nyomozásnak ki kell terjednie az előítélet indíték vizsgálatára. Minden egyes esetben, amikor azt gondoljuk, hogy azért történt, vagy az elkövető azért csinálta, amit csinált, mert a sértett egy adott csoporthoz tartozik, adott esetben a romák csoportjához, akkor ez nagyon fontos, hogy a rendőrségen hangsúlyozzuk. Feljelentést szóban, illetőleg írásban is lehet tenni. Ha szóban teszünk feljelentést, akkor elvileg bármelyik rendőrkapitányságra mehetünk, de érdemes az elkövetés helye szerinti rendőrkapitányságra menni. Nyilván nem könnyű egy ilyen bűncselekmény bekövetkezte után ilyesmikre figyelni, de nagyon fontos,
hogy rögtön utána jegyezzünk fel minden fontos körülményt, tehát azt, hogy egészen pontosan hol és mikor történt a bűncselekmény, kik voltak még ott jelen, kik láthatták, hallhatták az esetet, jegyezzük fel a tanúknak a nevét és elérhetőségüket is, figyeljük meg, hogy volt-e a közelben térfigyelő kamera, illetőleg jegyezzük fel azt is, hogy milyen körülményekből gondolhatta az elkövető, hogy az adott társadalmi csoporthoz tartozunk. Hogyha úgy érzitek, vagy az illető úgy érzi, hogy fél valamiért, vagy nem érzi magát biztonságban, akkor nagyon jó, hogyha elkíséri valaki. És nagyon fontos, hogy ilyenkor jegyzőkönyvbe veszik a feljelentést. Nagyon fontos, hogy azt el kell olvasni, mielőtt aláírjátok. Tehát, hogy szó szerint legyen az benne, amit mondtok, és ilyenkor is mindenképpen hívjátok fel a rendőrség figyelmét arra, hogy ez nem egy közönséges bűncselekmény, ezt azért követték el, mert mi cigányok vagyunk. Feljelentést írásban is lehet tenni. Írja le mindazt, amiről az előbbiekben szó volt, adja postára ajánlott tértivevényes küldemény formájában, őrizze meg magának egy példányt belőle. Hogyha beviszi a rendőrkapitányságra az írott feljelentést, akkor két példányt vigyen magával, az egyiket vetesse át, azaz írassa alá, és ezt a példányt őrizze meg. Amennyiben tart attól, hogy az elkövető esetleg bosszút áll amiatt, hogy ön feljelentést tesz, akkor kérheti az adatainak az zárt kezelését. Erre a tanúnak is lehetősége van, nem csak a sértetnek. Feljelentést nem csak a sértett, hanem bárki tehet, azonban a sértetnek sokkal tágabbak az eljárásban a jogai. Például lehetősége van arra, hogy betekintsen az őt érintő iratokba, észrevételeket, indítványokat tegyen az eljárásban, illetőleg jogorvoslattal éljen. Ha akár sértettként, akár szemtanúként feljelentést teszünk, akkor számítanunk kell rá, hogy az eljárás során tanúként fognak kihallgatni. Ha a rendőr akár a tett helyszínén, akár a rendőrkapitányságon ön szerint nem jár el megfelelően, akkor tegyen ellene panaszt. Ha a rendőr követte el a bűncselekményt, akkor az ügyészséghez kell fordulni.